Előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság azt a férfit, akit 100 milliós csalással gyanúsítanak Zalában. A 61 éves korábbi vállalkozót 12 évi bujkálás után szállították haza. Ő az első, akit Ausztráliából kiadatási eljárás keretében Magyarországra hoztak. A bíróság álláspontja az volt, hogy elrendelt a gyanúsított 30 napos előzetes letartóztatását. A férfit pénteken hozták Magyarországra. A gyanú szerint 2000 és 2002 között több magánszemélytől és vállalkozástól milliós nagyságrendű kölcsönöket vett fel, azokat nem fizette vissza, majd elmenekült. Már a kiadatási eljárás során az ausztrál hatóságokkal vita volt azon, hogy nem évülte el ezen bűncselekmények büntethetősége. Ugye a papírok, dokumentumok és az ügyfelem elmondás alapján ő még akkor elhagyta Magyarországot 2002 tavaszán nyarán, mikor ellene még feljelentés és büntetőeljárás nem folyt. Egykori üzlettársai 2003-ban tettek feljelentést. Az zalaegerszegi férfi úgy bukott le, hogy útlevelének érvényességét akarta meghosszabbítani Ausztráliában. Védője szerint nem tudta, hogy nemzetközi körözést adta ki ellene. Most üzletszerűen elkövetett több rendbeli csalással gyanúsítják. A bíróság előzetes letartóztatásba helyezte. A korábbi szökés, a szökés elrejtőzés, valamint a tanúkkal való összebeszélés veszélye miatt döntött az előzetes letartóztatás mellett, amely december 30. napjáig tart, és a rendőrségi fogdában tölti le ezt a gyanúsított. Az ítélet nem jogerős, a vádlott és védője fellebezett, és azt szeretnék elérni, hogy a 61 éves férfi házi őrizetben védekezhessen.